Leghamarabb az ősz folyamán szervezhetik meg az önkormányzati választásokat. Amennyiben a járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé, úgy 2021-re kell halasztani. Ezt Kelemen Hunor mondta Mérlegen című műsorunkban. Az RMDS szövetségi elnöke szerint ugyanakkor a parlamenti választásokat még idén novemberben vagy decemberben meg lehet tartani. Élesen bírálta a kormányt és Ludovik Orbán miniszterelnököt Kelemen Hunor Mérlegen című műsorunkban. Az RMDS szövetségi elnöke szerint egy kisebbségi kormánynak, mint amilyen a nemzeti liberálisoké, és amely a parlament támogatására szorul, keresnie kellene a konszenzust, konzultálnia kellene más pártokkal, mielőtt döntéseket hoz. Kelemen Hunor kifogásolta az önkormányzati vezetők mandátumának meghosszabbítása kapcsán meghozott kormányrendeletet is, hiszen ugyanebben a témában a parlament már kidolgozott egy törvénytervezetet. A PNL ráadásul egy időben szeretné megszervezni az önkormányzati és a parlamenti választásokat. Az RMDS nem ért egyet ezzel. Én azt gondolom, hogy az ősz folyamán, amennyiben a járványügyi helyzet engedi, lehet önkormányzati választásokat tartani, és hogyha nem, akkor el kell halasztani egy évvel, a jövő évben kell akkor tartani, mert novemberben a parlamenti választásokkal egy időben nem hiszem, hogy szabadna önkormányzati választást is tartani. A parlamenti választásokat pedig meg kell tartani november végén, december elején. Maximum 3 hónapot lehet hosszabbítani alkotmány szerint. Az meg február vége, március eleje lenne, aminek megint nem látom sok értelmét. A szövetségi elnök a műsorban bírálta a kormányt a gazdasági intézkedések hiánya miatt is. Kelemen Hunor úgy vélekedett, Ludovik Orbán tettei azt bizonyítják, hogy túl nagy rajta a kormányzás terhe, amellyel képtelen megfelelő módon megbírkozni.